Lovas Ildikó a Város lelke, avagy Identitásjelek, Szabadka tárcák című könyve szerb nyelven is megjelent. A kiadványt a Szabadkai Városi Könyvtárban mutatták be. A könyvet Szabó Zsombor, Szabadka egykori fő építésze fordította le. Lovas Ildikó a Város lelke, avagy Identitásjelek, Szabadka tárcák című könyve 2020-ban jelent meg. Most ennek szerb változata is az olvasók rendelkezésére áll. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy Szabadkával kapcsolatban nem egy nézőpont, nem egy megoldás létezik. Próbáltam a könyvben is összefoglalni, vagy megírni ezekben a tárcákban, hogy hogyan éljük meg Szabadkát, mik az emlékeink is. A célja végül is a könyvnek ez, hogy mindenki megteremthesse a maga városát. Gimnazisták, fiatalok is voltak a könyvemutatón, és azt mondtam, hogy ők tudom, hogy ti azt várjátok, hogy mi hamarabb elmenjetek, és az egyetemi évek, és nagyváros, és befogadni a világot, de hogy igazából akkor fogjátok ezt tudni jól csinálni, ha azt a várost, amiben éltek, értékelitek. Lovas Ildikó köztudottan szereti Szabadkát, fontosnak tartja a jelképeket, az identitásjeleket, amelyek a várost alkotják. A könyv célja elsősorban az, hogy az emberek vegyék észre azokat az értékeket, amelyek mellett naponta elsétálnak. Nem a hiány felől közelítek, nem a problémák felől próbálok. Persze arra kíméletlenül, hát hiszen különben valamilyen gicses, szirupos, nosztalgikus könyvet írtam volna, és ezt nem is akarok, meg nem is vagyok ilyen, de ilyen károgó se szeretnék lenni. Nem szeretem a mindig nincs, mindig rossz, dehogy. Hát, tehát megnézzük ezeket a rózsabokikat, és már is szép lesz a napunk. A könyv a Szabadkai Városi Könyvtár gondozásában a Fórum Könyvkiadó Intézet támogatásával jelent meg.